Az Egyedülálló Szülők Érdekvédelmi Egyesülete mutatkozott be Pécsett. Decemberben alakult a szervezet, amely mostanra 12 taggal működik. Az alapító elnök eredetileg Nógrád megyében élt, 3 évvel ezelőtt azonban a Baranyai megyeszékhelyre költözött, ahol egyedül neveli 3 gyermekét. Sorstársakat keresett és velük alapította meg az egyesületet egy kifejezett céllal. Megpróbáljunk valamilyen segítségnyújtást adni, ez viszont lehet adományilag. De hosszú távon ez se inkább nagyon megoldás, inkább az, hogy a szülőket arra biztassuk, hogy tanulással tanulás. A tanulás tanulás, hisz abból adunk többet. Ha erre biztassuk a szülőket, hogy igenis foglalkozzon a gyerekével olyan szinten, hogy tovább tanuljon. Kovács Kinga, miután megismerte az elnököt, úgy döntött, csatlakozik az egyesülethez. Ő is egyedülálló szülő már 1 éve. Azt mondja, tudja, mennyit kell minden nap szenvedni, hogy jobb legyen az élet. Ezért szeretne segíteni a szülőkön és a gyerekeken. És amit az elnök úr, Radics József elkezdett, én nekem megtetszett ez az egész, meg láttam, hogy egyedül mennyi mindenen keresztül ment, és talpon volt, tehát mindig tette a dolgát, meg és eredményekkel, ugye. És én is szerettem volna ebbe őt segíteni, és úgy gondolom, hogy sok anyukának és sok gyereknek van segítségre szüksége. A jövőben különböző programokat, rendezvényeket szeretnének tartani az egyedülálló szülők számára, de fórumokon is részt vehetnek majd az érdeklődők.